Hölgyeim és uraim! Egy óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt adhatok elő, méghozzá az ellátásbiztonság régiós kérdéseiről, a szlovák nézőpont szemszögéből és az energiaszektornak a viszonyából, különös tekintettel a villamosenergiára és a gázra. Nos, a kormányok mind tudják, hogy az energiaszektor nagyon fontos, és ennek a jelentőségnek a kormányok óriási fontosságot tulajdonítanak, óriási kihívásaik vannak, hiszen ellátás biztonságot kell garantálniuk egy liberalizált piacon, ahol elfogadható áron jutnak a fogyasztók az energiához. A szlovák köztársaságban a helyzet, illetve a jogalkotás az nagy mértékben ki van téve olyan tényezőknek, amelyekről a következőkben beszélek. Nos, az egyik ilyen tényező az primer energiaforrásoknak az importjára való magas hagyatkozás, az atomenergia tekintetében 100%, a gáz tekintetében ez majdnem 100%, és a szén esetében 68%-os az import függőség. Egy másik paraméter, amit figyelembe kell venni, ami az energia politika hátterében áll, az, hogy nagyon magas az a nemzetgazdaság energiaintenzitása, ez pedig az iparosításnak a magas fokára vezethető vissza. Habár számos intézkedést hoztak ezen a téren, még mindig azt mondhatjuk, hogy az EU átlaga fölött áll ez a paraméter, és a szlovák köztársaság 2020-ig szeretné elérni az energiaintenzitás kérdésében az EU átlagát. Egy másik jellemző az az, hogy a szlovák köztársaság olyan atompolitikával rendelkezik, amely támogatja ezt az energiaforrást. Ez azért van, mert az atomenergia az 55%-ot tesz ki a villamosenergia termelésben. Nagyon hasonló a helyzet más országokhoz, hiszen az atomenergiát barátságos, vagyis környezeti szempontból, gazdasági szempontból elfogadható energiaforrásnak tekintjük, és más objektív tényezők is befolyásolják az energiapolitikát Szlovákiában. Ilyen például az energiaárak volatilitása, az éghajlatváltozás, illetve az éghajlatváltozásnak a kihatása, és itt van még a globális gazdasági válság is. Az energia mixnek a legfőbb jellegzetessége az, hogy egyensúlyba hoztuk az energia mixet, nagyon jól diverzifikált erőforrási rendszerrel rendelkezünk, a szén nagyjából 20%-ot tesz ki, az atomenergia 21%-ot, illetve a többi forrás, elnézést kérek, egy másik forrás, az a megújuló energiaforrások. Mik a tulajdonságai az átviteli rendszer hálózatának? A Transgaz céget 1970-ben hozták létre, és ez végezte a gáz szállításokat, miközben 72-ben kezdte ezt meg. Most EU-Streamnek hívják az átviteli rendszer irányítót, melyet a Szlovák Gáz Holding tulajdonol.
49%-os tulajdonos az E.ON Ruhrgáz és a GDF Suez, az 51%-át a cégnek az állam tulajdonolja. A maximum kapacitása az átviteli rendszernek 90 BCM évente, és nálunk van a legnagyobb kompressziós állomás az Európai Unióban, ez a Velké-Kapusániban van. 4 beviteli pontunk van Velké-Kapusániban, az ukrajnai határon, Baumgartenen, Ausztria határában, illetve Lanzsotban, Csehország mentén. Ami a szlovák átviteli hálózatnak a helyzetét illeti, elmondhatjuk azt, hogy Szlovákia még mindig fontos szerepet játszik a gázszállításban. Annak tudható ez be, hogy majdnem 20%-a az európai fogyasztásnak onnan származik, amit a Szlovákián átfutó vezetéken vezetnek át. Ugyanakkor változnak a feltételek is, ezek a kihívások a diverzifikációt illetik, illetve a szabályozásnak a változását. Most már új gázvezetékekről is szó van, méghozzá az Oroszországból szállított gáznak a vezetékeiről, illetve az észak-déli folyosónak a kérdése is felmerült. De szeretném kiemelni, hogy a gáz árak, melyek 2009-ben alakultak, óriási hatással voltak a régióra. Mi, a visegrádi országok voltunk azok, amelyekre a legnagyobb hatással bírt ez a változás, és a szlovák köztársaságban a gazdasági minisztérium és a kormány felmérte ennek a helyzetnek a hatásait, és fontos intézkedéseket hozott, melyek az ellátásbiztonságot növelték a gázválság során. Az ellátásbiztonság érdekében keretrendszert dolgoztak ki, amelyek szabványokat is tartalmaztak, illetve új szerződéseket írtak alá a kereskedelmi téren, és a harmadik terület az intézkedéseknek az új infrastruktúrális projektek útnak indítása Ausztriával és Csehországgal, éppen a szlovák-magyar interkonnektornak az építését hagyjuk végre. A regionális együttműködés hiányába, különösen a V4 együttműködése nélkül nagyon is nehéz az ellátás biztonságot biztosítani, illetve megteremteni. A V4 nagyon is jól hangzó, jó hírnével rendelkező bevett fogalom. Elkezdtünk egy észak-déli interkonnekciós zászlós projektet beindítani, és utána ezt a V4-es budapesti nyilatkozatban fogadták el, ez meghatározta a szabályokat ehhez a zászlós hajóhoz, és utána a szlovák tanácselnökség során 2011-ben a V4 a pozsonyi nyilatkozattal is támogatta ezt a projektet, és műszaki feltételeket határozott meg az elnökségünk alatt. Ez a kommunikáció és együttműködés nagyon jól működik a V4-ben, de az Európai Bizottság és az Európai Unió is felismerte a regionális együttműködés szükségességét, és éppen ezért egy magas szintű tárgyaló csoportot hozott létre a V4 észak-déli folyosójára, és az Ausztria, Szlovénia, Németország, Románia, Bulgária együttműködésével infrastrukturális prioritásokat dolgoztak ki a régióra.
Ennek az eredménye egy egyetértési nyilatkozat elfogadása volt, amely magában foglalta egy nagyon átfogó cselekvési tervnek a létrehozását, amiben számos projekt foglaltatott. Az év végéig a következőkre számíthatunk. Az észak-déli gáz folyosónak az együttműködésének az elmélyítése, illetve a V4-nek az eredményei hozzájárulhatnak a munkacsoportnak a munkájához, amely a közös belépési pontoknak a kérdésével foglalkozik. Szerintünk ez nagyon sikeres, és a V4-nek az együttműködése nagyon is sokban hozzájárul ehhez a munkához. Itt láthatjuk az együttműködésünknek az eredményét a V4-ben. Ez az a projekt, amely különleges jellegzetiségekkel bír, hiszen két LNG terminált fog össze Lengyelországban és Horvátországban, és minden négy visegrádi országon átfut. Az egyik legfontosabb projekt a szlovák-magyar interkonnektor, vagyis folyosó, amely két várost fog össze, Vecsést és Velkirkatyist, és ez a projekt nagyon érdekes, hiszen nem csak az ellátásbiztonságot garantálja, hanem egy jó üzleti lehetőség mindkét ország számára. A műszaki jellegzetessége a projektnek az, hogy 115 kilométeres ez a vonal, 5 BCM évente, 150 millió euróba kerül évente a projekt, és az európai visszatérítési terven belül 30 millió euró finanszírozást kapunk, és 2015-re fogjuk befejezni. Az együttműködésünk keretében egy újabb projektről beszélnék. Ez az Szlovákia és Lengyelország közötti folyosó, mely jelenleg a hatásvizsgálat megvalósíthatósági tanulmány adatainak felmérésével foglalkozik, és még ebben az évben műszaki adatokat tudunk összevetni, hiszen két lehetséges forgatókönyv van Kelet, illetve Nyugat-Szlovákiára. Ami a villamosenergiát illeti, ez is egy nagyon fontos része az Európai Bizottság által összefogott együttműködésnek. Magyarországgal együtt egy határkeresztező folyosóknak a klaszterét hoztuk létre, és Magyarország és Szlovákia között belső fejlesztéseket hoztunk létre. Ezeknek a projekteknek a csomagja az egész régióra kedvező hatással bírnak majd, hiszen növelik az ellátás biztonságot és csökkentik a keresztmetszeti szűkületeket. Ezek a Gavčíkovói alállomás és a Gönyői alállomás közötti kétszeres vezetéket jelentenek, illetve a két fennálló Rimaszka, Szobota és Sajó Ivánkai alállomások közötti alállomásoknak az összekötetéséről szól, illetve Szlovákiában új vezetékeket kell építeni, és új berendezéseket kell telepíteni Magyarországon. Végül itt van a vörösen jelzett északi és keleti folyosóknak a képe. Szeretném elmondani, hogy a V4 együttműködés nagyon fontos, sikeresek lehetünk az Európai Unióban, de csak akkor, ha egy hanggal
lépünk fel, hogyha a jó bevált tapasztalatainkat kamatoztatjuk, hogyha mélyítjük az együttműködésünket, és megküzdünk azokkal a problémákkal, amiket az Európai Unió maga is meg kell, hogy küzdjön. Köszönöm szépen!